Nos, én nagyon jól érzem magam ebben a karantén helyzetben, hogy nem kell emberek közé mennem. Így megszűnt a pár hónapja tartó szemtikkelésem, amit így az ilyen közösségi helyzetek előhoztak nálam. Végre van időm edzeni, úgyhogy én nekem eddig elég szimpatikus ez a helyzet. Már a 14. napja vagyunk a házban. Jelenleg a reggelink úgy néznek ki, hogy találkozunk konyhába a családdal, és kávézunk együtt, megbeszéljük, milyen híreket olvastunk az este. Most például egy adománygyűjtő adást nézzünk, amit Elton John vezet. És jelenleg ennyi történik. Majdnem minden reggel ugyanolyan. Szóval karanténban vagyunk, körülbelül 20 napja jöttünk vissza Pestről. Itt vagyunk Nagycsécsen az édesanyámnál. Hát nem nagyon mozgunk semmire, sem erre. Igazából az a szerencsé, hogy van egy kis udvar. Nyári időszámításon is esik a hó. Szóval eléggé érdekes a dolog. Na, itt van, hogy ránk engedték ezt a vírust. Ezt én már mondtam ezelőtt is, amikor már kitudódott ez. Aj, anya, nincs ilyen, hogy ránk engedték ezt. Ránk engedték, mert ez azt mondja, nem is igaz különböző, csak a legyengébb szervezetű beteg emberek vannak. Állandóan ezt hallgatom, mert teljesen ki vagyok. Hello, Evelyn! Evelyn! Evelyn, mi ez a lebegő kés a lámpa alatt? Evelyn! Evelyn!